művészbejáró Bóta Gáborral. Üdvözlöm Önöket, Nagy Kálonzi Eszter és Rudolf Péter, a művészbejáró vendégei. Mindenki tudja, színészek, házas pár, 33 éve, krisztusi korban van a házasságuk, és ezt te mondod valahol, hogy nagyon mások vagytok, és mégis valahol nagyon hasonlók. Ez mit jelent? Miben vagytok mások és hasonlók, és hogy hát persze baromira összepasszoltok. Talán a habitusunk az más, és máshogyan kommunikálunk a világgal. De miben? Mindenben, tehát ahogy közlekedünk, ahogy közlekedünk a világban, de nagyon sok mindent ugyanúgy szeretünk, vagy ugyanúgy nem szeretünk, ugyanúgy gondolkozunk nagyon sok dologról, de az, igen, tehát hogy nagyon-nagyon hasonlóan gondolkozunk, csak valahogy, ahogy ezt befogadjuk, vagy reflektálunk a világra, az egy kicsit más, mert hogy mások vagyunk, más alkatunk. Értem, mondasz konkrétumot? Hogy miben vagytok? Hát más a kommunikáció. De mi? Hogy? Az Eszter titokzatos, első ránézésre nyitottabb vagyok, valójában egyébként szerintem ebben az értelemben is bennem pontosan annyi szemérmesség van, és az Eszterben pontosan annyi nyitottság. Egy biztos, hogy ugyanolyan közegből jövünk, szinte misztikus, hogy a szüleink, bár nagyon más generáció az Eszter szülei, sajnos ők már nincsenek közöttünk, ugyanabban az évben kötöttek házasságot, ugyanabban a magyar városban, Egerben. Ne, de, tényleg? De. Nem tudtak egymásról természetesen, ez vissza a jövőben kategória lenne. Azt tudhatod, hogy mindketten vidéken cseperedtetek. Ez szerintem elég fontos szempont. Igen? Igen. Tehát én, amikor beléptem először az Eszter szüleinek az újpalotai lakásába, én szinte tudtam, hogy hol van a Tolstoj, mi hol található, hol van a méhtányér. Annyira ugyanaz a millió, mint az én szüleimnek. Te pedagógus szülők. Igen. Eszter. Apukám jogász volt, anyukám pedig ő színésznő szeretett volna lenni, aztán valahogy az élet úgy hozta, hogy irodában dolgozott, de mindig nagyon fontos volt számára, hogy a művészeteket azt valahogyan belénk oltsa, mert hogy ő nagyon-nagyon szerette, és tehát egy értelmiségi család volt. Van egy olyan legenda, de az abszolút legenda, mert hát később kezdtétek jóval próbálni, hogy megismerkedtetek, hogy az és Rómeó és Júlia hozott össze titeket, de hát jóval korábban állítólag valami ismerős, és az igaz, hogy így nagyjából első pillanatra? Első pillanatra. De hogy megláttad a Pétert is? Ez a hihetetlen nem része, ugye? Nála is első pillanatra. Igen, de tulajdonképpen azelőtt már azért tudtunk egymásról, mert ugyan nem dolgoztunk soha együtt addig, meg hát én nem sokkal azelőtt jöttem ki a főiskoláról, túl egy házasságon már, és tudtunk egymásról, követtük egymás dolgait, láttuk egymás tévéfilmjeit, tehát hogy tudtunk egymásról, és az, hogy ő valamiért nekem szimpatikus, érdekes, azt addig is tudtam. De amikor így személyesen találkoztunk, akkor igen, az egy pillanat. De ez az ismerős volt. Direkt hozott össze titeket, hogy majd jó lesz, ez nektek sejtette, ő nem? Tehát ez egy tök véletlen. Igen. És akkor áramütés kész. Igen. Egyébként ez ilyen egyszerű, tehát nem is tudok mit hozzátenni. Igen, mert igen. 3 hét múlva megkérte a kezem, úgyhogy végül is ez nagyon gyorsan zajlott. Úgyhogy mi fejest ugrottunk ebbe az egészbe, mert hát én Kaposváron dolgoztam akkoriban, tehát még csak nem is éltünk együtt, amikor megkérte a kezemet, hanem nem, hogy tűntök, mint akik megbánták. Hát, hogyha ha a napokat számolom, akkor nem 3 hét után kértem a kezét az együtt töltött napokat, hanem mondjuk egy hét után körülbelül. Tényleg? Igen, igen. Hát 3 hét az a megismerkedéstől a lelkérésig, de az effektív együtt töltött időszakot számolom csak, akkor az 1 hét. Kapásból rávágta, hogy? Nem, de ez egy olyan történet, amit azért kevésbé szívesen osztok meg. Szóval egy kicsit abszurd körülmények között kértem, mert hogy igaza volt, hogy még egy napot azért rátett a gondolkodásra. Mert hát azért az se olyan sok. Nem voltam olyan állapotban, mint akit komolyan lehet venni. Maradjunk ennyiben. Nem is volt a kérdés egyébként, hanem hogy hozzá menjek el, hanem
egyáltalán a házasság intézménye, amikor én akkor jöttem ki nemrég az előző házasságom, és nem voltam benne biztos, hogy ez a legjobb formája ennek az együttélésnek, de végül is miért ne? Most, csak, hogy idejöttem, hallottam hírekben, hogy általában az egész Európai Unióban csökken a házasságok száma, és mi vagyunk a legelsők. Valamiben csak elsők vagyunk. Abban, hogy a leginkább csökken? Nem, hogy nálunk házasodnak a leginkább az emberek. Az egész Európai Unióban. Mert tehát kételjeid voltak a házassággal kapcsolatban. Az intézmények kapcsolatban, igen, de nem, tehát a Péterrel kapcsolatban nem volt. És te meg nagyon akartad a házasságot. Nyilván ez az én kis polgári múltamból logikusan adódik, hogy akkor ez legyen így. Na, és akkor az első közös munka ugye a Hamvadó cigaretta vég című film. Nem, ugyanebben az évben volt az Ési Rómeó és Júlia, de az tavasszal volt, ez pedig szerintem ezt ősszel kezdtük el, vagy nyár végén ősszel kezdtük el forgatni, úgyhogy igen, úgyhogy szerintem az Ési Rómeó és Júlia volt az első. Aha. Igen, meg akkoriban más volt, tehát ő akkor a Víg Színházban volt, én egy másik színházban voltam, nem is tudom éppen akkor hol, de hogy akkor nem volt ez, nem volt ez az átjárás a színházak között, tehát az, hogy mondjuk együtt játszunk, arra kevesebb lehetőség volt, tehát ahhoz kellett egy olyan felkérés, ahol közösen minket kértek föl. Az és Rómeó és Júlia, tehát amit azóta is játszottak, most megnéztem, tehát az megy, nincs meg se, az igen. A Centrál Színházban ott megy. El is határoztam, hogy úgy megnézem még egyszer, hogy így most hogy néz ki. Nyilván sokat változott, nem? Ahogy ti. De. Nem tudom. Ez nyilván egy külső szem látja, mert egyébként elég meghatározott a koreográfiája magának az előadásnak. Tehát azon belül biztos, hogy változott, de hogy ezt egy külső szem, aki látta mondjuk 10 éve, 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, az azt tudná megmondani, hogy egyébként mennyiben és miben. Aki esetleg nem tudná, ti játszottok minden szerepet. Díszlet is vagytok, kellék is vagytok. Ha kell, a Péter Dajka mondta is, hogy hát azért azt nem gondoltam volna magáról, hogy egyszer. Hát a Dajkához rasszan életkorban, nem? Hát ott utolértünk bizonyos szerepeket, igen. Hát nyilván ez a játékrendszer teszi lehető, hogy a néző ne sikítson fel, és meneküljön el, hogy egy ilyen idős Rómeót lát. És egyébként biztos, hogy változik, hogy mi magunk változunk, ahogy rájön az ember a 217. előadáson, meg a 450-en, rájön arra, hogy bizonyos mondatnak valójában ez kéne, hogy a tartalma legyen, hogy a hangsúlyt, ha ide teszem, akkor az egy kicsit mást jelent, és az közelebb van az igazsághoz. Én nem mondom, hogy ez jobb vagy rosszabb, mint amikor először csináltuk, de biztos, hogy velünk érik, még akkor is, hogyha maguk a mozdulatok, ahogy mi magunk is, de Horgas Ádám rengeteget segített, tehát hogy az ő koreográfiájával ezt létrehoztuk. Az alapötlet Vámos Miklósé volt, tehát ő gondolta, hogy mint író és egyben dramaturg ember, hogy lejátszható a Rómeó és Júlia kettősökkel. De mi nem a kettősökkel. Bocsánat, kieszelte, vagy eleve rátok gondolt, vagy kieszelte, és utána keresett hozzá színészeket? Azt hiszem, hogy nekünk keresett valamit, aha, és ezt találta, vagy ez ötlet volt, nem tudom, ezt igazán, aha, Miklós tudná megmondani, de azért ennek az egész alapgondolatnak ő a kiötlője. Az más kérdés, hogy mi aztán nem a kettősöket csináltuk, hogy én Dajka vagyok, hanem csak a kettősöket, hanem megpróbáltuk benépesíteni a színpadot, bármilyen abszurdan hangzik. Hát Eszter is játszik. Azon kívül, hogy a Rómeót és a Júliát, azt a nemiséget ott megtartottuk, azon kívül Eszter is játszik Kapulettet, Merkúciót, Benvóliót. Herceget. Én ezt egyszer láttam úgy, hogy azt gondolom, hogy ilyen este ritkán jön össze, nem tudom, hogy ti is így éreztétek-e. Kapolcson, a Művészetek Völgyében, bizonyos gáztyaárok, ahol volt vagy 1000 ember,
És olyan véletlenül pedig én ott Kapolcson annyit áztam-fáztam, hogy ne tudjátok meg, egy ilyen szép, tényleg mediterrán, nyári, csillagos este, ami úgy passza a Rómeózt, és én azért nagyon féltem, hogy hát azért ez mégiscsak egy kamaradarab. Szóval ez ott egy ilyen nagy árokban, hát hogy a fenébe. Hát szinte Vígszínházi ember, és a tér is szinte igen, olyan. De a szabad tér még hát nehezebb, persze, mint persze. A Vígszínház, tehát hogy, és hogy ez úgy elkezdett működni, hogy valami hihetetlen. Hát örülök, hogy ezt mondod, mert nagyon nagy emlékünk nekem az a Kapolcsi. Hogy az ember fölnéz az erkélyéletben, és tényleg ott a csillagos ég, és közben olyan csendek voltak, emlékszem, hogy tényleg lehetett hallani, hogy olyan finoman zizegnek a levelek az esti szélben, hogy költői legyek. Ez nagyon nagy élmény, szóval nekünk is. Az egy olyan este, ami... Sok mindent kaptunk ettől az előadástól, de az egyik legünnepibb, ez a Kapolcsi este volt. Mi volt még, ami ilyen volt? Hát játszottuk a Boszporuszon, a Boszporuszon, tehát a tenger mellett. Szabadtéren szinte? Fesztiválon, igen. Egy fesztiválon, szabadtéren egy ilyen. Játszottatok Londonban, Piccadilly-n, Vilniusban, igen. Mit tudom. Így, igen, nagyon igen. Sok, Magyarországon is nagyon sok helyen, Erdélyben játszottuk, Felvidéken, és az egyik nagy élményünk is, talán mondhatom azt, hogy sztori is a Rómeó kapcsán, hogy azért mindig elbizonytalanodunk, hogy meg tudjuk-e még fizikailag csinálni, hogy a néző mit szól hozzá, tehát mindig van bennünk egy ilyen kis félsz, egészen a tapsig, és akkor volt egy olyan pillanat, nek is már jó sok éve, az a furcsa, ahol meghívott minket Teodóra a Margit-szigetre. Bán Teodóra. De a nagy színpad. Nem. Itt egy kisebb, ahogy leválasztott kisebb térben. Fedett térben játszottuk. És azt nem tudtuk, hogy előtt, azt tudtuk, hogy előző nap ott volt a Globe. Játszottak Lirt előttünk. Azt nem tudtuk, hogy ott marad az igazgatónő, és megnézte a mi Rómeónkat. Megnézte, nem tudtuk. Utána viszont fölvette velünk a kapcsolatot. És mi azt gondoltuk, hogy itt, ez itt a Margit-sziget, ez lehet, hogy egy méltó búcsú, ehhez képest ő azt mondta, hogy ezt le kéne játszanunk a Globe-ban. Amitől hát nyilván a Shakespeare színházában lejátszani ezt az előadást, hát nyilván az embernek összeszerült a gyomra, és könyvfátyoros lett a szeme, és hát arra gondoltunk, hát akkor, ha Globe-ban búcsúzunk tőle, ennél méltóbbat nem lehetett volna kieszelni, hogyha hetekig csak ezen a gyanunk, akkor se. Aztán sajnos a hölgy elment egy turnéra, és utána őt leváltották a Globe éléről. Hát ezt most addig játsszuk, amíg eljátsszuk majd a Globe-ban, akkor az idők végezetéig, vagy amíg mi lépni tudunk, addig fogjuk játszani. Jó, hát ez világos. Szerintem ezt lehet játszani. Hát ebben a rendszerben igen, és egyébként szoktuk kérdezni az ismerőseinket, hogy őket nem zavarja az, hogy két ilyen idős ember játsza, és azt mondták, hogy nem, egyszerűen nem, mert amikor már elkezdődik, amikor ezt az egész rendszert ők elfogadják és befogadják, akkor onnantól kezdve már a játékosság a lényege, és az meg kortalan ebben a rendszerben, ezen a színházi nyelven. Hát a szerelem megmaradt köztetek, úgyhogy ez nekem még Kálai Ferenc mesélte, hogy ugye amikor Fényes Aliza Rómeó és Júliát játszotta, akkor a rendezőnek többször rájuk kellett szólniuk, hogy hát az erkélyen olyan baromi hosszan csókolóznak, hogy bereked a hajnalt jelző pacsírta. Kérdezhetek ilyet, hogy ti a színpadon valóban? Hát nem olyan típusú az egész játékrendszer, és azt gondolom, hogy ez akkor is szakma, még hogyha nyilván itt ez egy különös dolog, hogy mi különben előfordult már ilyen az életünkben, nem csak a színpadon. De azért ez egy szakma, tehát ennek megvan a maga ideje, módja, akkor is, hogyha két embernek egyébként köze van egymáshoz. Hát Eszter egyébként mondott olyat, hogy ugye hát te most igazgató vagy a Vígszínházban, hogy ő arra ad, hogy a házon belül az tulajdonképpen ne látszódjon, hogy nektek a magánéletben milyen közöttök van egymáshoz. Én azt gondolom, hogy ez valahogy kiad egy természetes
Te természetesen kiadja, hogy hogyan viselkedem a színházba, és nyilván nem fogok úgy leülni a büfében a Péter mellé, hogy fogom a kezét, és szerelmesen nézek rá, mert, hát nem, mert ez nem odavaló. De azért, ez egy nem, másik azért nem ülsz le, mert ő az igazgató, tehát ha nem lenne, ha ő is egy színész kollega lenne, akkor leülnél? Szerintem akkor leülnél. Nem tudom, nem feltétlenül, én ebben szemérmes vagyok. Én biztos, hogy nem viszem így ki a kapcsolatunkat, és mindennek megvan a helye, az ideje, és nem keverem össze a dolgokat, vagy nem szívesen, de szerintem ez természetesen jön belőlem, és nem kell ezen dolgoznom. Azt tudom, mert ezt is olvastam, hogy ti azért filóztatok ezen, hogy a Péter igazgató nem is lettél te abba, nem is mentél abba a pillanatba oda, ugye a Péter hát eleve egy elég furcsa helyzetben, a Covid idején sikerült igazgatója lenni, ami nyilván akkor inkább egy válságmenedzselés volt, mint igazgatás, de hogy ti ezen sokat töprengtetek, hogy most ez ilyen, hogy ez milyen. Igen, az nem volt kérdés, hogy mi mindig is tudtunk, és nagyon szerettünk együtt dolgozni, de most igazán nem is így volt rólunk szó, hanem az, hogy ezt egy társulat, egy közeg, egy új igazgatás, ezt hogyan tudja ezt jól kezelni, vagy hogy a társadalomban nem lesz ez zavar nem, ebből, igen. Vagy nem kelt ez zavart, vagy ezt természetesnek veszik, vagy elfogadják, mert nyilván az nagyon fontos, hogy egy társulat egységes legyen, és hogyha itt bármi olyanféle zavar keletkezik, akkor ez nem Szerintem jó. Ez akkor probléma, hogyha nem tehetséges a színész, aki fölött van az igazgató párja, de hát nyilván ez, nem hiszem, hogy mondjuk a Centrál Színházban az fölmerül, hogy Básti Üli miért játszik ott, ahol Puskás Tamás a férje az igazgató, nem? De ugyanakkor tényleg fölmerülhet, én is tudok olyan eseteket, amikor egyszer például, meg most nem fogok nevet mondani, Vidéki Színház igazgató nagyon ismert, és megkérdeztem tőle, hogy de hát nem látja, hogy a felesége milyen? Még fiatal voltam, megmertem ilyet kezdeni, és azt választotta, hogy édes fiam, mindenkinek megvan a maga keresztje, nekem ez a keresztem. Tehát látta. Ez akkor ciki. De érted, van, amikor szerintem nem ciki, akkor is ciki, ha az összes főszerepet te játszod, nyilván akkor is ciki, nem? Persze, nyilvánvalóan, tehát, de azt gondolom, hogy ebben... De mi filoztatok Péter, tehát mi volt a dilemma? Hát, mert ez ennek az egyik fele, hogy az nem kérdés, hogy az Eszternek egyébként... lehet a vízházba a helye, igen. Nyilván. De nyilván az nem szerencsés, hogyha elhallgatnak a beszélgetések előtt, tehát a másik oldalt is vizsgálni kell, hogy a társulatnak magának ez non-konform érzéseket kelt, az se szerencsés. Ez meg nyilván abban maradtunk, hogy azon múlik, hogyha én jól teszem a dolgom, akkor nem fog, mert akkor kell elhallgatni a beszélgetésnek, hogy közben mindenkinek egyébként, függetlenül az Eszter jelenlététől megy a gyomra, és ott fortyog a büfé, hogy mi minden történik ebben az épületben, aminek nem szabadna megtörténnie. De ez független akkor attól, az baj önmagában, független attól, hogy az ember felesége a társalgóban. Igen, az elhallgathatnának akkor is, ha nem dolgozik ott az Eszter, és te úgy érzed, hogy bemész a büfébe, és ott egy vagy a többiek között? Azért legyünk reálisak, én úgy érzem, hogy igen, de itt nagyon fontos az úgy érzem szó, ezt nyilván igazán a társulat tudja, de én azt gondolom, hogy meglátjuk majd nyilván az idő eldönti az ember, hogy tette a dolgát a válságmenedzseléstől a mai szintén nem egyszerű szituációkban, hogy tette a dolgát, és milyen irányt vett a Vígszínház, vagy hogy maradt, amilyennek bizonyos értelemben lennie kell, és közben jönnek új típusú előadások. Közben tudom, hogy az Eszter féltett, ő megféltette az igazgatást. Hát normális édesanyám is, hát nyilván ez a normális, én is magam. Mitől féltetted? Hogy torzul valamiben? Vagy ki készül? Hát egyrészt, hogy ez egy olyan fajta kötöttség, ami tényleg, ez egy 24 órás állás, tehát tényleg akkor tudja elengedni ezeket, amik a színházban, a színházzal kapcsolatos történéseket, amikor lefekszik aludni, mert addig
akkor is, hogyha nincsen különösebb esemény, akkor is azért a körül forog nagyon sok minden. És miközben úgy tudom, hogy ti régen próbáltatok nem hazavinni a melót, most ellentétben az tudom, előbb említett Puskás Tamással és Bástülivel, akik hajnali háromkor is, ha úgy adódik, akkor éppen az adott darabról. De igen, tehát hogy akkor is tudom, hogyha nem is beszélünk dolgokról, mert nem is lehet beszélni, meg nem is oszthat meg velem a Péter nagyon sok mindent a színház ügyeit, és be is tartja. De akkor is érzem, mint a többiek. De mit? Hát mint hogyha nem lenne a társulat tagja, akkor nagyon sok mindenről beszélnék neki. Tehát inkább ez egy teher, hogy különben hozzászoktam az életemben, hogyha valami ér, valami foglalkoztat, bármilyen irányba szét vagyok eső, vagy éppen egyben vagyok, van mellettem valaki, aki meg tud rázni, hozzá tud szólni. Én most ebben az esetben nem vonom be az Esztert, mert nem lehet, hogy neki több információja legyen, mint bármelyik kollégájának, ami egy nehezítő körülmény, mert egyrészt látja, hogy milyen állapotban vagyok, és... nem látni, érzem a feszültséget, ami benne de, van. De ez meg nincs mit. Szerintem nagyon sokszor elmondtam már, én nem akarok ezen nyafogni. Ezt mi vállaltuk, ez a dolgunk, sem a Covid alatt nem nyafogtam, hogy mondták, hogy jaj, szegény Péter, mit vett a nyakába. Amikor kineveztek, be volt zárva az ország, tehát hogy mondjam, tudtam, egyébként hogy mi vár. Ezt? Tehát miért kellett? Tehát kérdezted, hogy miért? Hát menő színész, rendezelés, miért kellett ez neked? Annyi mindent kaptam a szakmától. Tényleg, most egy kicsit gejlen fog hangozni, de nagyon sok mindent. Elejétől kezdve egy rendkívül szerencsés ember vagyok, akinek a szülei még mindig itt vannak, és olyan segítség nekem az, ahogy én velük általuk nőhettem fel, hogy talán az a legfontosabb dolog, hogy az ember jó pillanatban tudjon különbséget tenni jó és rossz között. Nem mindig ilyen evidencia egy-egy ügy kapcsán, egy-egy ember kapcsán, hogy ezt úgy legyen egy iránytű. Ezt én otthonról megkaptam. A pályától rengeteg mindent kaptam. Olyan korszakban kezdhettem el ezt a szakmát, így utólag látjuk, a korhadó szocializmus bágyadtam, még úgy oda-oda csipkedett, hogyha az ember olyan produkcióba keveredett, mondjuk, mint a Szerencsés Dániel, akkor még valamit úgy kicsippentettek belőle, ki kellett vágni, de összességében közben megszokásban megadta a pénzt. Tehát virágzott közben a kultúra. Ott az egy magyar, vagy aztán kettő csatorna, tehát hogy egy nagyon-nagyon szerencsés pillanatban a kölyök képemmel, Eszter is egyébként a maga szépségével és titokzatosságával, mi elkezdtünk dolgozni egy olyan korszakban, ahol egyszer csak az ember, mégiscsak egy olyan szakma, ahol nem árt, hogyha megsimogatják a lelkedet, eljátszhatod, hogy nem érdekel, de azért ez érdekel, hogy ott ki lehetett terebélyesedni. Tudták, hogy ki vagy, tudták, hogy mit miért csinálsz, hát mert nem a népszerűségért csinálta, de magától értetődött. Tehát ez az egész indulás, utána a Víg Színházban eltöltött 17 év, rengeteg mindent tanulhattam, a szabadúszóként is annyi mindenhez nyúlhattam, hogy letisztult bennem valami, ami olyan békéhez jutottam ezzel a sok kanyarral az életemben, ami szerintem lehetővé tette, hogy én abban az épületben, ahol fölnőttem, és szintén nagyon sok mindent kaptam, még ott is vannak, akiktől kaptam, sokan közülük, szerencsére, hogy nekem ez dolgom, és nekem is örömem lehet benne, és ez az elegancia, ami kell ahhoz, hogy az ember igazgató legyen, hogy tudj, hogy nagyon nagy öröm legyen a mások sikere, és ne a magadéval foglalkozz, hanem azt már köszönöm szépen, megkaptam. Nyilván ugyanolyan hiú és győzni akaró ember vagyok, félretések elkülönése vége. Hát játszol, azért változatban megrendezed. Játszom is, megrendezek is természetesen, de az igazgatói, nevezzük producer, pedagógus, hívjuk, hogy akarjuk, ennek különböző ötvözete, egy ekkora társulat esetében még inkább, meg menedzser, hogy úgy oda mutatott minden vektor, hogy én nekem ezt lehet, és sőt, kell csinálnom, hogyha megkapok bizalmat. Azzal is számolnod kellett, hogy hát most a Covidon kívül van ott egy felbojdult Mékas. Hát hiszen Eszenyi Enikő nagyon viharosan jött el, miatta sokan eljöttek a társulatból, akik
egy részét te vissza is szerződtetted, tehát volt, aki egy éve ment el, és kapásból visszavitted, tehát, hogy nem csak a Covid miatt kellett válságot kezelned, hanem amúgy is, tehát magyarul tulajdonképpen békét kellett teremteni. Így van, ez közben természetesen azt is jelentette, hogy ide belépve volt egy olyan bizalom, és egyszerre elvárás és bizalom, egyébként meg segítette a... Volt valami szavazósdia pályázók a társulat, és rád valami rengetegen szavaztak. Hát ott együtt, egymás után a három szavazó ismertette a pályázatának a lényegét, és élő szóban, nem többszörösen összetett mondatokban, hanem face-to-face elmondta az ember, hogy mit gondol, miért úgy gondolja, kérdéseket kapott. Tehát semmiképp nem szavazósdinak, hanem nagyon fontos dolognak gondolom, ahogy társulat kinyilvánítja, hogy mit szeretne. És nyilván ez egy nagy lökést adott, hogy aztán a kanyarok után, mikor egyszer csak megkaptam a kérdést, hogy akkor én ezt elvállalom-e ilyen körülmények között. Nem sok időm volt végig gondolni, de és akkor úgy döntöttem ezzel a háttérben, hogy igen, hogy ez nekem akkor dolgom is. De amúgy is úgy gondolod, az előbb is mondta, hogy Eszterrel mindent megbeszéltél, de amúgy is azt gondolod, hogy mindent meg kell és meg lehet beszélni, tehát, hogy a legkisebb baráti konfliktustól egészen a nemzet dolgaiig meg kéne, hát ez meg nem szokott sikerülni. Hát én ezt nem pózból évek óta ugyanazt mondom. Tehát kifejezetten szégyellem, hogy velem való beszélgetésnél egy riporter föltesz egy kérdést, és ugyanazt hallja tőlem, lehet, hogy stilisztikailag kicsit variálok. Igen, én nagyon nehezen viselem a szakmám megosztottságát, szánalmasnak és gyerekes dolognak tartom, hogy azt a szent ügyet, és most szándékosan visszakanyarodom akár a színészet ősi feladatához, hogy egy közösséget, közösség lelkét ápolja, megrögtesse, megrikassa, erőt adjon a vadászathoz, a gyűjtögetéshez, hogy ez sokkal fontosabb ügy, mint hogy ne legyen erőm zárójelbe tenni, egyébként bennem is nyilvánvalóan rengeteg indulat van. Tehát ez nem valami lagymatag takarékon, lángon égő embernek a mondata, hanem én nekem is meg kell tanulni az indulataimat, a sérelmeimet félretenni, de félre kéne már tenni, mert nem szeretném, ha gyerekeim ugyanebben nőnének föl, túl az, hogy ráadásul tényleg ezen a pályán mozognak. Tehát konkrétan őket féltem. Így nem lehet így létezni. És hiába mondogatom ezt, nyilván ebben a pozícióban egy árnyalattal nagyobb súlya van, de leesnek a szavak, valahol egy üvegen koppannak. Hogy lehet közeledni? Hát ugye Eszter, te amikor a színművészetivel történt, ami történt, hát te kimentél tüntetni, ugye? Igen. Ott volt 15 ezer ember. Ennek ellenére megtörtént, amit az a 15 ezer, és még nagyon sokan nyilvánvalóan nem akartak. Akkor nagyon nehéz utána. Nem? Igen. És úgy tűnik, hogy olyan nagyon egyik félbe sincs meg az akarat. Nem, és azt gondolom, hogy azóta sem változott semmit a dolog, sőt, szinte még élesebben elhatárolódik a két oldal, és talán pontosan ezért, hogy ne így tört. Én azért voltam kint, hogy mindamellett, hogy tudtam, hogy igen, vagy én is úgy éreztem, hogy bizonyos változtatásokra szükség lenne az egyetemmel kapcsolatban. Ezt sokan érezték. És, és ezt már régóta éreztük, de azt gondolom, hogy ennek nem így kell végbe menni, és azt gondolom, hogy ott felnőtt emberek ültek, felnőtt emberek akartak színészek lenni, és nem gyerekek, és nagyon-nagyon fájt, hogy akár az én gyerekeimet is így fölülről egyszer csak gyerekként kezelik, pedig ők felnőtt. Tudják egyébként, hogy mit szeretnének, és hogyan akarják, és lehet velük, én azt gondolom, hogy lehet velük beszélni, és lehet velük kommunikálni, hogyha erre kapnak esélyt és lehetőséget, és én ezt nagyon hiányoltam, és ez a gyerekeim nevében fájt nagyon. Én azért voltam ott, mert
mert egyszerűen azt szeretem mondani, másképp zajlódik. Tehát te nem voltál kint, ugye? Nem, hát nyilván az én funkcióm egy másik helyzetet terem, de és hogyha ez nagyon ellentmondásba kerül a Rudolf Péter személyes gondolatmenete és a Vígszínház igazgatói pozíciója, az nem tartható, tehát akkor nyilván... De ezt például valami... megbeszéltétek, hogy ezt... Én azt gondolom, hogy a legnagyobb bajom... Meg... Nem, semmilyen egyeztetés, nagyon felnőtt ember, aki így döntött, és mindenki úgy dönt ebben a családban természetesen, ahogy felnőtt. Még meghallgatjuk egymást, de tiszteletben tartjuk egymás döntéseit. Én nekem éppen ezekkel a helyzetekkel pontosan ez a bajom, ezt mondom el mindig, hogy ezeket rákényszerítenek, hogy fekete-fehér helyzetként éljük meg. Ezek nem fekete-fehér helyzetek. Általában a világ nagyon ritkán ad tiszta kérdésre, tiszta választ. Nagyon sok beszélgetés, ez fárasztó, kicsit fárasztóbb, mint agresszíven föllépni. Nagyon sok beszélgetés kéne a háttérbe. Az egész elmúlt, és már 35. évben vagyunk a rendszerváltoztatásnak, kell ugye most már mondani, után az egyik legnagyobb baj, hogy azt az időt, amit arra kell szánni, hogy hogy építsük fel ezt a mi világunkat, ezt az új világunkat ott 90 után, ez nem történt meg. Nagyon gyorsan, egzisztenciális harccá változott az egész, és onnantól kezdve, hogy ez egzisztenciális harc, hogy mondok valamit, annak következménye ennek az állásomat, az esetleges meghívásaimat, díjaimat, a munkámat illetően, onnantól kezdve, és ez most azt gondolom egyébként, hogy pro-kontra mind a két oldalon ez így volt, onnantól kezdve még élesebb lesz az árok, mert azt tudom, hogy ha én most ebből kibeszélek ebből a kórusból, akkor a sajátjaim is leveszik róla a kerülőt, és ott maradok egyedül. Na de kik a te sajátjaid? Hát ez az, nekem nem sajátjaim vannak, hanem ügyek, amihez viszonyom van. Amikor azt mondom, hogy sajátjaik, az már egy ilyen rosszfajta fiókrendszer, vannak ők, vannak itt, vannak ott, vannak amott. Én meg közben azt gondolom, hogy itt van az én hazám, itt vannak ezek az ügyek, amiket nyilván mindig elénk sodor az élet, van egy feladatunk, ami most a színház esetében a Víg Színház maga, és csak az érdekel, a pályázatomnak az első oldalán a negyedik vagy ötödik sor, hogyha engem megbíznak ezzel, és kineveznek az Ügyszínház igazgatójának, engem nem érdekel senki politikai nézete, szakmai érték mentén szeretném megválasztani a munkatársaimat, tehát nem kívánok foglalkozni, nyilván vannak szélsőséges esetek, amiket most nem is érdemes emlegetni, amikor az ember valakivel nem hajlandó, de hát az már nagyon szélsőséges eset. Az érdekel, kinek mi viszonya a munkához, a színházhoz, milyenek a képességei, és hogyha a Vígszínház a maga polgári múltjával valamiféle értékrend mentén tudja tovább tenni a dolgát, már pedig ezt szeretném, ha kell, akkor szigetként, tehát most már nem magányosan azt mondja, hogy én vagyok belga, hanem ahogy ott a darabválasztásnál, a munkatársak kiválasztásánál egy olyan egyszerű szempont érvényesül, aminek mindig érvényesülnie kéne az élet minden területén, akkor én megtettem, amit ebben az ügyben, ebben a kérdéskörben megtehetek. Na de azért neked az első darab, amit kinevezés után rendeztél, az Öreghölgy látogatása volt, ami nyilván nem véletlen, tehát ez oltatlan programadó előadás, ami csak arról szól, hogy tulajdonképpen mindenki megvehető, és korumpálható, és eljuttatható a elképesztő agresszivitásig. És azt hiszem, hogy most ennek a korát éljük, ezért is szól ez az előadás. Igen, még máig is megy, és nagyon, nagyon fontos előadásnak tartom, és az egyik legnagyobb örömöm az volt, amikor jönnek vissza hírek, hogy a villamoson, vagy a parkolóban hallották a kollégáim, ahogy mentek haza, hogy azon vitatkoztak, hogy drágám, te fölvennéd a sárga cipőt, vagy nem. Mi kik vagyunk, mi milyen emberek vagyunk. És ez a színháznak a lényege. A sárga cipő ugye az Öreghölgy látogatásában az a szimbolizálja Dürematnál azt a vagyonosodást, amit már előre egy polgártársuk halálának az árán, kinek a maga felelősségével, majd
megvált, egzisztenciálisan előbbre lépve az egész város egyszer csak kivirul, ha egy közösen elkövetnek egy bűnt. Persze dönem a travasz, mert ennek a bűnnek a büntetése egyébként bizonyos értelemben jogos, de nem így. Na, ez nem, megint egy nem fekete fér helyzet, az a szép benne. Hát igen. Ezt most nem biztos, hogy tisztán mondtam el a történetet. Nyilván nehéz egy ilyen összetett szép színdarabot, mint amit a Dürer mondott, összerakott egy fél mondattal ezt a sárga cipőt a helyére tenni. Minden esetre az álulás szimbóluma. Szembenézek valakivel, ugye ezért elképesztő a darab, mert nem lehet otthon elkövetni, hanem ez egy viszonylag kisváros, és ott belenéznek a szemébe annak a boltos embernek, Hegedűs D.G.Z. által játszott Ilnek, és elkezdik hitelre rendelni az árut. És kérdezi tőlük, hogy de hát miből fogod ezt kifizetni? Közben mindenki tudja, hogy a tét az az, hogy a város akkor jut irgalmatlan pénzhez, szinte felfoghatatlan mennyiségű pénzhez, ha ők önmaguk közül kivetik ezt az embert, és halálra ítélik gyakorlatilag. Ezért volt fontos a sárga cipőről való. És az is nagy kérdés, hogy lehet-e szembe menni ezzel az árral. Egyébként ezt terezte egy interjúban, feszegeted az 1945 című film kapcsán, amiben mindketten ugye játszottatok, Péter a polgármester, te a véletlenül a felesége, hogy ahol ugye szintén van egy nagyon korrupt polgármester, aki hát finoman fogalmazva is elnézte, hogy a zsidókat elviszik a községből, és aztán megérkezik két zsidó a háború végén, és akkor fölbújdul minden, és akkor elvileg felelni kell, de hát a polgármester nagyon hárít. És azt mondod, hogy ma is sok olyan helyzet van, amikor lehet hősnek lenni, lehet kussolni, és lehet áldozattá válni, és bizonyos szempontból azért ez a mi választásunk is. Igen, de mondjuk abban a filmben én vagyok az élő lelki ismerete nyilván a polgármesternek, jegyző. És vagy a jegyzőnek, bocsánat, igen, csak mondjuk jegyzőnek, igen, és de hát ebbe bele lehet halni, tehát hogy ezt nem lehet túlélni, mert ez megbetegít, tehát azt látom, tehát hogy látom magam mellett, de nem tudok ellen. Szembe vagy az élő lelkiismeret, mert mondom, nem javálod kifelé. Nem, vele szembe az igen. Ő élő lelkiismerete vagyok, és hogy az, hogy ezt ebben nem lehet úgy kiállni ellene, vagy nem lehet a szemébe mondani ezeket a dolgokat, mert ő itt a kiskirály a faluban, és nyilván a családban is, tehát hogy megvédve a saját fiamat, tehát azért vannak félteni valóim, ebbe csak tönkre lehet menni. És hát ma az ott vagyunk egy olyan helyzetben, hogy rengeteg a kiskirály, nem? Igen, biztos. Meg a nagyobb. Meg a nagyobb, igen, nem tudom. És most sem nagyon mernek kiabálni az emberek, néhány kivételtől eltekintve. Hát a filmben is az a fontos egyébként, hogy minden árnyalatát, színét megmutatja annak, hogy hogyan lehet ez a helyzethez hogyan lehet viszonyulni a csendes beletörődéstől, a lázadásig, a Szarvas Józsi által játszott figura öngyilkossága, ugye, aki egyszerűen nem bírja elviselni ezt a bűntudatot, ami nem bír együtt élni a saját magával és ezzel a döntésével, hogy attól azért óvnám mindannyiunkat, hogy ilyen éles történelmi helyzetben mi olyan magabiztosan állítsuk, hogy mi különben viselkedtünk volna. Eszter azt mondja, hogy ő szeretné hinni, hogy ő igen. Hát mind így vagyunk ezzel, sőt, azt állítjuk, hogy, hát hiszen, ha így lenne, akkor ezek a helyzetek nem jönnének létre. És nagyon csalódnék magamban. De Péter, te mondasz egy példát éppen a filmről beszélve, hogy amikor ott valaki megy a Dunaparton, és lövik a Dunába az embereket, akkor mit lehet tenni? Lehet-e? Hát, vagy oda megy, és magát is lelöveti. Hát
Igen, ott ezt a Richter film kapcsán mondta nagyon, nem mintha nem tudta volna, vagy nem tudott volna az ember ezekről az iszonyatokról, csak amikor így színészként ott sétálsz a parton, Richtert játszva, és tudod, hogy ez a csodálatos ember, ez egyébként ugye elmenekülhetett volna, vonatról jött vissza, nem tudta itt hagyni a gyárát és az egész életét, és tudta, hogy az életével játszik. Tehát nem tudta itt hagyni az életét, az így most egészen különös megvilágításba kerül, hogy aztán itt hagyta. Nem, én most nem is azon gondolkodtam, amikor erről beszéltem, hogyha én egyébként nem a sétálók között vagyok, hanem kinézek egy ablakon, és ezt látom, az is egy feladat. Én ott akkor azon gondolkodtam, hogy én magam, amikor látom, hogy nincs mi út, hagytam én volna, vagy mit tettem volna a sétálók között, a halálra ítéltek között, ezen gondolkodtam, hogy mentem-e volna még 4 métert, amikor látszik, hogy itt mi történik, vagy az esélytelenek nyugalmával akár nekirontok ott annak a nyilasnak. Én ezen gondolkodtam. És mire jutottam? Azt gondolom, hogy igen, de hát mit tudom én, hogy akkor hogy blokkol le az ember, hogy van ez felépítve pszichésen? Mind a két oldalról, hogy az az ember, aki ott néz az ablakból, hogy mit kockáztat. Nem lehet ezekről, na ez a lényeg, nem lehet ezekről a dolgokról ilyen szikáran beszélni. Ezek mind egy-egy ügy. Tehát az az ember, aki kinéz az ablakon, látja, hogy mi történik, de egyébként ott van mögötte 4 gyerek. Mi az ő felelőssége? Kivel szemben van felelőssége? Az alapkérdés, hogy megállítja ezzel az idők kerekét? Nyilván nem. De pont ettől tudnak az idők kereke, ezért tud olyan kanyarokat venni szörnyűségek sokaságával. Az egész emberiség történelme erről szól, és arról szól, hogy nem tanul semmiből az emberiség. De te azért azt is mondod, hogy nagyon kevesen akarnak változtatni a világon, de nektek az a feladatotok, hogy ehhez a kisebbséghez tartozzatok. Így van. Így van. Azt gondolom, hogy tehát hiába látod, megállapítják nálam jóval okosabb emberek, történészek, társadalomtudósok, hogy a dolgok ismétlődnek. Nélkülük is látjuk, hogy a dolgok ismétlődnek. Elolvasol egy Adi verset, egy mixált novellát, és látod, hogy ugyanazokat üvöltik világgá, vagy mesélik el, mint ami most van, meg valószínűleg ami volt 400 éve, hozzáteszem meg, ami van a világ minden pontján. Tehát az a nacionalizmus egyik speciális változata, ahol azt hiszük, hogy nálunk a legrosszabb. Ez is nem, valószínűleg a homo sapiensről beszélgetünk. Ezen belül nyilván minden népnek és minden korszaknak megvan a hullámhegye, hullámvölgye, de alapvetően úgy néz ki, hogy az emberiség így van összerakva. Valamiféle ellenségképre szükség van, előbb-utóbb, hogyha ha egy nagy baj már kiküszöbölődött, akkor van idő körbenézni és egymásba marni. Hát, hogy édesanyámik azt mesélik, hogy mindegy, hogy mi történt, mennyi borzalom történt a világháborúban, mindegy, hogy viszonyulunk a politikához. Budapest fölépítés az valahogy mégis együtt a szörnyűségek után megtörtént elképesztő gyorsan a romokból valahogy, fölállt a város, és ez most függetlenül attól, hogy éppen már az oroszok már éppen kezdtek itt ügyesen elhelyezkedni, és hogy mi történt, tehát hogy ott mégiscsak volt valami, mert ott volt egy nagy kataklizma, az megszüli nyilván a maga hőseit, a maga antihőseit, majd utána jön egy viszonylagos béke, valami újraépítés, és akkor kezdődik előről ugyanaz a folyamat. Most de az is állandó szerencsére, hogy vannak emberek, költők, színészek, zenészek, akikből kiszakad mégiscsak ezzel kapcsolatban egy vers, egy dal, és abban megadtak azok, akik ezt éppen megélik, ezt a világot abban, egy kicsi békességhez jutnak, vagy földühödnek még inkább, mert valaki helyettük megfogalmaz valamit, amit ők is éreztek, csak nem tudták így megfogalmazni. Tehát szerencsére az, hogy a világ nem moccan morálisan előre, egy tapottat sem, szerencsére az is állandó, hogy rakás embernek meg fáj ez, és megpróbálja, miközben eljut odáig, hogy látja, hogy ez nem szokott megváltozni, de ez meg egyszerűen zsigeri elvárás, hogy a színházat az ember így csinálja. Igen, hát ezt tettem, mondasz, hogy hú, ezt nagyon meg akartam jegyezni, nem sikerült. Nem fogok tudni segíteni. Rózsavölgyében játszott Garbót, Greta Garbót,
Churchill hegedűs D. Géza melletted, már mindketten túl vannak a pályájukon, és hogy hajón megismerkednek, és ott mond a Churchill valamit, amit te valahol idézel, hogy a művészet az tulajdonképpen az emberiség nagyságának kitart, hogy van, ez mondat, olyan szép lenne, ha tudnád igen, idézni nagyon, pontosan. Nagyon jó mondat, hogy azt mondja Churchill, hogy hiszem, hogy van remény, még akkor is, hogyha ez egy illuzórikus dolog. De hogy ezek a művészek képesek arra, hogy elhitessék velünk azt, hogy az emberiségnek van jövője és van remény. És akkor ti képesek vagytok erre? Hát ezen dolgozunk. Ez a dolgunk. Most csináljuk az Ármány és szerelmet, ugye Dávid Olyasvili rendezés. Március elején van a bemutató, és gyakorlatilag ugyanezek a kérdések merülnek föl, tehát ugyanúgy, mint egy Rómeó és Júlia történet, de mégiscsak ugyanez a kérdés, hogy ki lehet-e lépni azokból a kategóriákból, amiben kényszerítik az átlagembert, a hatalom, ki lehet abból lépni, fölül tudja-e írni, most nyilván egy Rómeó és Júlia esetén természetesen maga a szerelem, vagy nem. És amikor ott is elkezdődik, amikor a hatalom egyszer csak belenyúl a kis emberek, vagy kevésbé kis emberek életébe, az ott közben meg hátborzongató. És te vagy a kis ember, mert te játszod a Millent, a Vágási muzsikus, Eszter meg a hatalom szeretője. Igen. A fejedelem. Igen, ott is Hegedűs D. Géza. Hát Hegedűs D. Géza, kikerülhetetlen, igen. Méltán egyébként. Ő a miniszter, és Márkus Luca, Medvecki Balázsa a szerelmes pár. Bocsánat, csak kénytelen vagyok erről beszélni, mert ezt foglalkoztatunk, mert ebből jövünk, és csak olyan fontos ez is, hogy itt van egy klasszikus, tehát amikor arról beszélünk, hogy kiknek és hogyan, hogy bejöjjenek ide a fiatalok, mert ez egy kötelező olvasmány környékén van nyilván, és ezeket a nagy romantikus, amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet megszólítani, hogy mi a dolgunk, ezeket a nagy romantikusokat itt és ma Magyarországon, ilyen expresszíve, mint ahogy a Dávid dolgozik, tálalni, az is a dolgunk, és ugyanezekről a dolgokról beszél a darab és a rendező, mint amiről most beszélünk. Mondok még egy klasszikust, amire most jegyet kellett szereznem a könyvelőmnek, nálatok, és engem meglepett. Ez a kastély, ami hát ugye nagyon nem klasszikusan van megcsinálva, Bodó Viktor rendezte, de hogy másfél hónap múlva szólt nekem, akarja nézni, és hogy én arra szerezzek jegyet. És mondtuk, a kastélyra másfél év, most fölmentem a netre. És nem volt már egy-egy hely volt, tehát összesen volt rá talán 6-7 jegy, azok is így szétszórva. Ő meg akart 3-at egybe, lett egyébként, mert én ebbe ügyes vagyok, mert a Kölcsei Gimnáziumnak már diák közönség szervezője vagyok, úgyhogy, de hogy ez, hogy ebben van gyakorlatom, de hogy ez nem a Pál utcai fiúk, jó, sokkal kevesebbet is megy, de hogy azért ez nagy szó. Nagyon, és ez ad értelmet ennek az egésznek. Mindenfélékről beszélhetünk a Víg Színház kapcsán, vagy színház kapcsán, hogy általában, ha nincs ott a néző, akkor nincs miről beszélni. Tehát, hogy Kafkára, másfél hónapra előre nincs jegy-egy ekkora színházba, az azt mondom, hogy gratula. Még egy gratula, jó? Aztán befejezem. Ne, nyugodtan gratulálj, köszönöm szépen. Tudok gratulálni Szonyához, a lányotokhoz. Nemrég láttam az Üvegcipő női főszerepében. Hát le a kalappa, mondjuk az egész Miskolci Színház előtt azt gondolom, hogy le a kalappa. Azt is olvasom, hogy még a tetejében a párját is ott találta meg. Igen, de erről majd velem beszélgessetünk, nem vagyok felhatalmazott. De arról lehet egy kicsit veletek, hogy ő meg a Víg Színházban volt, és ő meg azért jött el, mert hogy te lettél az igazgató, és ő viszont nem akarta, hogy ez a helyzet legyen. Én szerintem ez egy nagyon jó döntés volt, és az egy megkérdőjelezhetetlen helyzet, hogy az Eszter az ő múltjával, színészi létével, amit eddig a pályán tett, hogy ott legyen a Vígben, vagy ne, az egy másik kérdés, hogy mekkora súlyt tettem volna, és ő önmagára, tőlem függetlenül, akármilyen ügyesen kezeljük ezt a helyzetet, hogyha ő kap egy ilyen szintű szerepet, mint amiről most beszélgetünk, az Üvegcipő kapcsán, hogy az
az nem egy egyszerű helyzet. Nálatok is nem egy egyszerű helyzet. Igen. Szóval nem lenne egy egyszerű helyzet, az nyomorító tud lenni. És különben az egy másik kérdés, hogy annak idején, amikor végeztem, én is azon gondolkodtam, hogy a vidéki színházi létnek az a csodája, hogy egyik fajta műfaj jön a másik után, persze a Víg nincs messze egyébként egy népszínházi jellegéből adódóan egy vidéki színház programjától tartalmilag, de azért mégiscsak ott az a, ami egyszerre fáj is, hogyha nagyon megszeretsz valamit, hogy 20-25, ha nagyon nagy siker, 30-35-öt tud menni, itt még nekünk a Kafka remélhetőleg, és a Csehov Sirája is, szintén Dávid jelenti, vagy akár az Öregkönyv látogatása, tovább tud a színészi életed része lenni, mint vidéken, de hogy annyiféle dologgal, a gyerek előadástól kezdve a stúdióban, ha már Miskolcról beszélgetünk. És egy kimondott a jó színházban, azt mondja. Egy nagyszerű színházban, zenéseket tud csinálni. Szóval én szerintem egyébként a színészi életpályán az egy nagyon hasznos dolog, hogyha az ember vidéken eltölt éveket. Hát ti meg itt most Pesten töltitek el. Ti most alapvetően jól vagytok, én úgy látom. Ezt kevesen mondják manapság, de ezt ti kibírjátok mondani? Én szerintem ki tudom mondani, igen. Csak szinte szégyellem, ha kimondom, de nem, mondd, válaszolj te el, bocsánat. Annyi hiányérzet, nagyon keveset látom Pétert, nagyon kevés időt tudunk színházon kívül együtt tölteni, ez kicsit nehézség, de ezt egyáltalán nem panaszként mondom, csak hogy amit régen megszoktam, hogy azért mi sokat voltunk, vagy tudtunk együtt lenni, az most azért nekem nagyon hiányzik, de hát sok minden más van az életünkben, és azért össze tudunk kapaszkodni most is. Én azt mondom, hogy minden rendben van, és semmi sincs rendben. Tehát ami az életemet illeti, a családomat illeti, minden rendben van, a színház is működik, és telt házzal megy, de közben amilyen közegben működünk, ami nyilván betüremkedik egyébként minden egyes tárgyalásban, minden egyes beszélgetésben, minden darabválasztásban, abban van valami ijesztő, és ez tulajdonképpen inkább arra ösztönöz, hogy még nagyobb erővel próbáljak olyan módon együttműködni itt a kollégáimmal, hogy az előadások végén Churchill-i módon akármilyen pontosan tesszük föl, hogy ez egy abszurd világ, amiben élünk, közben ott legyen a remény. Hát akkor sok erőt, sok reményt. Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük a lehetőséget. Szépen.